Ladi ladilom, sárga liliom. De nem áll, ne csinál, nem illi. Mit nem illi? Ünnepség van, vagy mi a fene? Nem mondd ezt, a fene sem illi. A fene egyébként egy betegség volt régen, még az úri világban. Nem mondd ezt, nem mondd, hogy úri világ. Figyelnek! Ugyan kifigyel, itt magunk között vagyunk. Tehát tisztelt, kedves és szeretve szeretett eltársaim! Ladi, leszel ladi. Szíves kordában tartani a férjedet! Ma is ugyanazt teszik, édesanyám. Ha látod, akkor minek kérdezed? Csendben legyetek, hallgassatok már! De minden nap ugyanaz van vacsorára. Örülj neki, hogy egyáltalán kapsz vacsorát. Apád a semmiből teremti elő ezt a keveset is. Jól van, ne veszekedjetek. Ez nem veszekedés. De egyébként én is unom már, hogy semmi más nem tudok az asztalra tenni neki. Folyton éhesek, és a nagyfiunk még haza sem ér. Mert mi nem úgy, mi nem olyan pazarlóan, mi csak szerényen, serényen, ahogy a munkás osztály kiválóságaihoz illik. Ugye, ugye bár, egyszerűen, ahogy szoktuk. Kikérni pesgő. Ladi, ladi. Hallgass már! Nagyon helyes. Látod, kérlek, így kell is. Ilyen egy rendes asszony, aki tudja, hogyan kell viselkedni. Az enyém is tudja. Mit? Mit tud? Most éppen nem jut eszembe, de ő mindent tud. Nem nagyon szeretem az ilyen kis közjátékokat a beszédem közben. Szeretem egyben tartani a gondolataimat, és az ilyen kis epizódok csak elmondják a figyelmet. Ja, egész csúcsosan mai felhozok. Hogy hívják magáskát, drágácska? Nék, uram! Uram! A becsáját, hát milyen származik magácska? Talán, de találtam, nem jó ká, de? De, de az vagyok. Meg aztán ez a név? Túl ős magyar az én ízlésemhez. Legyen inkább Manyika. Ez az Manyikára fogom szólítani, világos? Igen, és elvtárs. Na, látja elvtárs, vagy drága. Menjed, menjed. És magácska? Én Nóra vagyok. Ha, Nóra! Ez túl nyugati az én ízlésemhez képest. Legyen inkább Lucika. Ez sokkal jobban illik magához. Jegyezze meg! Igen is kérem! Igen is kérem mi? Igen is kérem mi? Mondd, hogy eltárs. Igen, akkor eltárs. Helyes. Maga pedig? Zsóka vagyok, szóval eltárs. Na végre! Egy rendes, elfogadható név. Bár kicsit nagy zúr. Legyen inkább Bösi. Ez sokkal jobban illik magához. Bösinek fogom szólítani. De hát engem nem úgy hívnak. Nem úgy hívják, nem úgy hívják. Az! Senkit sem érdekel! Ha én azt mondom, hogy Bösi lesz! Akkor Bözsi lesz és kész! És itt senki nem szolgál senkit, azok az idő már el. Na, akkor szolgálják már fel a vacsorát! Lényeg az egyenlőség, a testvériség. Mit csináltál én ott annyit ide, elé? Hegy! Nem tudom, hol lehet. Ne aggódjál már, mindjárt itt lesz. Édesanyám, éhes vagyok. Én is, édesanyám. Csendben legyetek, egyetek. Édesapám, édesanyám! Fiam, de jó, hogy itt vagy. Már úgy aggódtunk érte. Hol voltál? Kint voltam az utcán, nagy dolgok történnek. Milyen nagy dolgok? Az emberek fellázadtak a rendszer ellen. Azt kiabálják, hogy Ruszkik haza, meg hogy Nagy Imrét a kormányba rákosít a Dunába. Jézus Mária, Szent József. Ugyan már, az nem lehet. Hiszen ez a rendszer be van betonozva. Azt azért nem mondanám, édesapám. Az iskolában mi is hallunk ilyen dolgokat. Csit, ne beszélj! Ladi, ladi, ladi. Az Isten szerelmére! Mama, óvatosan, kedvesem! És az állam, a párt nagyszerűsége! Itt ezen a földön, ahol egykor báró kisasszonyok bársony topánkái tapostak! Igen, úgy van, úgy van. Mi? Hol vannak? Hát nem rossz, de báró kisasszonynak elég véznám. Nagyon kérlek, kérlek, ne szakítsatok félbe. De én csak... De csak semmi. Semmi. Na jó, akkor hallgassuk meg a Csürdöngölő Általános Iskola Énekkarának műsorát. Ez lesz a kulturális blog. Hallod, végre lehet énekelni. De nem neked, te szeszkazám. Tessék, tessék. Na, menjétek karra, nem lehet elférni tőletek. Tessék, gyertek, gyertek. Így ide. Ide álljatok, azzal a bácsival szemben, és csak őt nézzétek, de úgy, mint az Isten.
Jó lesz már egy társad, jó lesz ez így! Gyerekek, ide nézzetek! Ladi-ladi-lom, sárga lilió. Igen, feladom. De ezt társad nem gondolod, hogy komolyan? Na, Anika! Lucika! Haló! Hösi! Hösi! Na, legalább ez az egy hangot a nevér. Füzsikér, drága, nézze már, főzöm már egy kávét az elvtársamnak, aztán itassa is meg vele. Tervezik, hogy oda megyünk a rádióhoz, és ledöntjük a Sztálin szobrot. Azt a... Én is megyek veletek! Én is! Elég legyen. Nem látod, mit csinálsz? Megbolondítod az öcséidet. Édesanyám, ebből nem lehet kimaradni. Dehogy nem, fiam, ebből ki kell maradni. De ha tényleg úgy van, ahogy mondja. Elhallgass, nehogy már te is bátorítsd. Édesanyám, most olyan idők járnak, amikor nagyon kell a bátorság. Nem, neked nem kell. Neked van veszíteni való. A bátyámat már elvitték. A sógoromért is jött már a fekete autó. Nem engedhetem, hogy ebből a családból még valaki áldozatul essen. Nálunk a suliban az osztálytárs abakukája még kitüntetést is kapott. Igen, tényleg. Ne beszélj, aztán mi a miért? Azt mondta az osztálytársam, hogy az apukája feljelentette az anyukáját, elmondta az elvtárs bácsinak, hogy miket mondott az anyukája a kornában. Igen, emlékszem, tényleg ezt meséltem. Ezeknek tényleg semmi nem drága. Nagyon szép volt, nagyon jó volt! Köszönjük ezt a kedves kis dalt, most már megtek. Na mondom, menjetek már, gondolt elvtárs, vigye ki ezeket! Na, kifele gyerekek, gyerünk, kifele. Gyorsan. Elvtársak! Igen, itt vagyunk. Ne feltűnj most, hogy kérlek. Mi is itt vagyunk. Még Manika, Jucika, egy Bözsike is itt van. Jön a sűkőcsik. Elvtársak, valami nagy dolog készül vagyok. Igen, ez az, végre. Lehet már énekelni? Nem hiszem el, fejezd már be. De mit? Még el sem kezdtem. Elvtársak, szerintem jobb lenne, ha most hazamennének. De hát gondolok, elvtársak, nem képzeli. Na, meséljen, mi történt? Félelmetes. Emberek vannak az utcán, és mindenfélét kiabálnak. Mit? Azt, hogy ladi-ladi-lom? Nem éppen. Azt kiabálják, hogy Ruszkik haza, meg hogy Nagy Imrét a kormányba. Ez az ördög fatya! Mit akarod már megint? Ruszkik, mármint hogy az oroszokra gondolod? Igen, kedvesem, nagy valószínűséggel rájuk. Hallottátok? Én nagyon félek. Igen, én is nagyon félek. De ne féljetek, ha a nép akaratát győz, minden másképp lesz. És még gondokértárs? Van még más is? Igen, de azt hiszem, hogy azt nem szívesen hallanak. Ugyan, mondja csak. Hát jó. Készülnek a rádióhoz menni, és le akarják dönteni a Sztálin szobrot. Micsoda gyalázat! Azt a szobrot, azt senki sem tudja ledönteni. És mondja csak, gondokértárs, kik lennének ezek a nagy hősök? Leginkább egyetemisták, fiatalok, még gyerekek is vannak köztük. És mondd csak, fiam, kik ezek ott kint az utcán? Leginkább egyetemisták, fiatalok, még gyerekek is vannak köztük. Gyerekek? Ó, Istenem! Gyerekek! Halljod ezt? Harcolnak a szabadságért! Persze, mert pont rájuk van szükség. Nem vagyok benne biztos, hogy rá is szükség van. Persze nem. Ti még túl kicsik vagytok ehhez, de mi? Mi már tehetünk valamit, hogy sikerüljön. Eszedbe ne jusson, mit képzel? Hiszen itt a családod, apád. Apám! Apám, aki a tanári diplomájával a szeretlapátolja a gyárban, mert nem jó káder. Az öcsémet nem vették fel az egyetemre, mert nem megfelelő a családunk. Engem elutasítottak, amikor kiderült, hogy a nagynéném disszidált. És a kicsik? Szerinted ők mit tanulnak az iskolában? Milyen jövő vár így rájuk? Ne beszélj így! El vagyok én ott a gyárban. És édesanyám?
aki azt sem tudja, hogy mit adjon lenni a gyerekeknek, mert nem dolgozhat a származása miatt. Ugyan, az a származás nem számít. De igen, számít! Sokat számít. Emiatt nyomorgunk, kínlódunk. Nem tehetünk más, csak a túlélésre játszunk. Hát nekem ebből elegem van! Szóval, fiatalok, mi? Hát akkor egy nagyon mit hagyom a füstje, mint a lánya. Nem lesz ebből semmi. Anika, Jucika, Bözsike! Itt állt a legjobb fajta pezsgő! Nem lehet, hogy azért el kellene gondolkodni? De! Szerintem gondolkodjunk azon, hogy mit énekeljünk. Ladi, ladi, ladi. Azt ajánlom, hallgattam is el, amíg nagyobb baj nem lesz. Milyen baj? Talán tőled kellene félni. Nem azt mondom, csak... Ne tegyél úgy, mintha nem tudnám mindenki, hogy azért lakhatsz abban a szép házban, mert feljelentetted a saját testvéredet. Micsoda? Hogy mondhatsz ilyet? Ez az igazság. Mindenki tudja. Igen? És a te kinevezésed az intézetben, ahhoz képest, hogy fél analfabéta vagy elég magasra törtél. Vagy talán... más pozíciót vettél? Na ebből elég, ide gyertem mocskot! De kérem, elvtársnő! Ez nem méltó a szocializmus eszméjéhez! Legyenek szívesek normálisan viselkedni! Normálisan? Mi most a normális? Például az, hogy szépen elmegyünk. Kiváló ötlet, bizony. Szép gondolat, de ez sajnos nem kivitelezhető. Olyanokat láttak és hallottak, ami miatt nem léphetnek innen ki. Nem tarthatnak itt bennünket. Ó, dehogy nem. Elvtársnő, kérem, ne legyenek meg gondolatlanok. De tulajdonképpen nem is olyan rossz ötlet. Menjenek ki az utcára, nézzenek körül, aztán jöjjenek vissza, és mondják el, hogy mit láttak. Azt aztán lesetik, én nem vagyok besúgó. Nem, én sem. És ha esetleg nem jönnénk vissza? Hát ez roppant egyszerű, hiszen tudjuk, hol lakik a családjuk. Csak úgy barátilag meglátogatjuk őket a fekete autóval. Édesanyám, akkor én indulok. Soha sem bocsátom meg neked, ha valami történik veled. Én is megyek vele, édesanyám. Ugyanez vonatkozik rád is. Édesem, hamarosan viccantáltuk egymást. Egyáltalán nem vagyok ebben olyan biztos. Miért? Miért kell megöletni magatokat? Megéri? Igen, megéri. Most lehetőségünk van új rendet teremteni. Ez történelmi pillanat. Úgy van! Történelmet így! Nem, fiam. A történelmet mindig a győztesek írják. Soha sem legyőzöttek. Én mondom! A történelmet mindig a győztesek írják. Soha sem a legyőzöttek. Épp ezért kell most jól megfontolnunk azt, hogy mit csinálunk most. Egyértelmű, nem? Mi a kommunista párt? Fúgatosan, figyelmesen, eltársam! Ha ez a csőcselék jut valamire, érdemes elgondolkodni azon, hogyan fordíthatjuk ezt a saját javunkra. Én ezt nem értem. Én igen. Eltársam, te egy zseni vagy. Eltársam. Kimegyünk, és elvegyünk a tömegtanul. Ha valami olyasmi lesz, azt mondjuk, mi ellenet harcoltunk. Ha nem, akkor meg azt mondjuk, hogy mi velük voltunk. Eltársam, mintha a gondolatainkban olvasnál. Elvtársak! Elvtársnők! Indulás! Ne aggódjatok, itt köszönöm, hogy jön nekem sokára. De már 2 hét eltelt, és az alatt csak 2-szer jöttek haza. Édesanyám, én nagyon félek. Hallom azt a sok puskaropogást, és mindig arra gondolok, hogy az egyik őket találja el. Nem szabad ilyesmire gondolok, kisfiam. Édesanyám? Fiam, végre itthon vagy. Hol van az öcsém? És apád? Tudtam, tudtam. Most mi lesz? Tehát, elvtársak, ahogy megbeszéltük, összegyűjtjük őket, és mindenki megkapja a méltó büntetését. Igenis, elvtárs. Én csak azt akartam mit? Mondani, hogy... Elvtárs, mit akartál mondani? Semmit, semmit. Eltársak, nagy és nemes feladat vár ránk! Történelmet írunk!
Elvtársnő, a fiát keressük. A fiam meghalt. Ne, nem azt, amelyik meghalt. A másikat, amelyik elmenekült. Na, ne húzzuk az időt. De most mondta, hogy meghalt. Igen, igen, tudjuk, az egyik meghalt. A másikat keressük, a másik érdekel bennünket. Kérem, könyörgök, kegyelmezzenek. Az ellenségnek nincs kegyen. De ha nincs itt a nagyobbik, jó lesz nekünk ez a két kisebb is. Állj! Elég egyenekül, itt vagyok. Nagyszerű. Akkor történelmet írunk? Igen, az. Véres történelmet. Az énekar felkészítette Eltő Sorsolya.